Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén Szatmári Róberttel a Rádiókafén. Sziasztok, ez itt az Enyhe katarzis, én Szatmári Róbert vagyok, és köszöntök mindenkit. Mai vendégeim Herendi Gábor és Ipacs Gergely filmrendezők, a Valami Amerika című sorozat rendezői. Szervusztok, és köszönöm, hogy itt vagytok, és elfogadtátok a meghívásomat. Szervusztok, köszönjük a meghívást. Itt most alapvetően zenéről és filmről és mindenféle trendekről fogunk beszélgetni. Már nagyon belerendültünk az elején, hiszen mind a hárman szeretjük Azariát, aki a főcímzenét jegyzi a sorozathoz. Miért esett rá a választás? Azt hiszem, Gergő, te hoztad az ötletet, ugye? Vagy ez hogy volt? Hát ugye itt a mozifilmeknél mindig jellemző volt, hogy egy friss, aktuális zenész írja a főcímet, ugye kezdve ugye a bombonos Valami Amerikával, utána ugye Tóth Gabi, Majkáék, Halott pénz, és úgy eléggé adódott logikusan, hogy a sorozathoz is keresünk valakit, aki ugye napjaink egy friss előadója, és akkor igazán bedobtam Gábornak az Azaria nevét, és mondjuk nem volt olyan nagy brainstorming, mert kiderült, hogy baromira szereti ő is. És azt hiszem év elején volt, hogy elkezdtünk róla beszélgetni, és akkor már megvolt mind a kettőnknek a jegye, ugye a Papp Lászlós aréna buliba. Ami most volt tavasszal, ugye? Igen, a tavaszi. Úgyhogy oda már úgy mentünk, hogy szeretnénk megkörnyékezni, és ugye pár héttel később találkoztunk is személyesen, és kiderült, hogy nagyon szereti, ismeri a mozikat, és hogy nagyon inspirálja azt, hogy egy sorozathoz készítsen főcímdalt, úgyhogy gyakorlatilag nagyon hamar is kezdtünk dolgozni a főcímdalon. Gábor, neked miért tetszik az Azaria jelenség? Mi az, ami miatt szerinted egyedi? És amiatt ekkor átmegy? Hát nagyon érdekes, én tök véletlen hallottam meg a rádióba, és először nagyon vicces volt, mert pont ezt a Four Moods dalt hallottam, ahol angolul kezd énekelni, és iszonyan tetszett, és pont az mondta, hogy, hát, hogy azért ilyen magyar zenészek nincsenek. És akkor félúton vált magyarra, és döbbenten hallgattam. Szóval nekem elképesztően tetszett. Leginkább különben azért tetszik, hogy egy fölborította a régi zenei struktúrákat, tehát ez a nagyon hagyományos verze, bridge, refrén, ő annyira bátran belenyúlt ebbe, és tördelte szét ezt a struktúrát, és rakja össze ilyen puzzle módon sok-sok stílusba, hogy nekem ez olyan izgalmasnak tűnik, és imádom azt, hogy visszahozta egy kicsit a hangszeres játékot, nagyon tetszik az ének tudása, olyan minden annyira friss és annyira izgalmas benne, hogy engem tényleg nagyon hamar megfogott. De mindezt talán nem lenne ennyire átütő, hogyha nem lenne őszinte, vagy őszintének tűnő, hogy önazonos az, amit ő produkál, nem? Ez abszolút része szerintem ennek a jelenségnek, hogy úgy alakított ki egy brandet, hogy mindvégig őszintén kommunikál magáról, meg erről a jelenségről. Tehát ugye, hogy ő Paul Streetként kezdte, ezt a YouTube-os YouTuberként, és utána gyakorlatilag ezt a zenei brandet, az Azariát is elkezdte építeni, de teljesen nyíltan és tudatosan. Tehát, hogy egyrészt van egy nagyon nagy fokú tudatosság ebbe az egész építkezésbe, másrészt egy nagyon egyenes, nyílt kommunikáció, tehát, hogy nincs mellébeszélés, és azért ez nagyon felszabadító, mert nyilván minden előadó próbál maga köré egy brandet építeni, valaki kevésbé tudatosan, valaki kevésbé ügyesen, de azért nagyon ritka az, hogy őszintén. Mert mindenki szeretne nagyon tetszeni, ugye, minél több embernek. És ugye az Ariánál azért ez úgy nagyon jól összeér, hogy úgy tetszik mindenkinek, hogy látszólag nem kell nagyon erőlködnie mellette. Uh-huh. Meg hát ő az előszeretettel beszél a showbizniszről, vagy dalol a showbiznisz világáról. Például ebben a főcím zenében is van egy olyan sor, hogy van arra is terve, hogyha fölfárná ez a bizonyos Amerika, ez a bizonyos Valami Amerika. Mi ez a bizonyos Valami Amerika, ami felfalhatja a fiatal művészeket? Hát ez a mai kicsit a tévékre jellemző számomra kis értéktelen showbiznisz, ami borzasztóan könnyűnek találtatik. És pont a mi sorozatunk remélem ennek tart egy görbe tükröt,
és Azaria ezt nagyon jól megérezte, és megfogta a szövegével is. Nagyon passzol a sorozatunkhoz. Egy picit én még ezt most így kibővíteném, tehát hogy maga igazán ez a valami Amerika szerintem, ugye benne is van a dalba, tehát ez a pénz, hírnév, csillogás, stb. Tehát, hogy... Ugye ez még a Gábor első filmje esetében még ugye ez a potenciál volt, ez a csináljunk elő az országból valami baromi jó haladó dolgot, és akkor ennek a mintája volt az a Egyesült Államokból, Egyesült Államokat körülvevő étosz, és akkor most ebből már lett egy kicsit kifordított valami. Azért már ott is egy kicsit idézőjelbe volt téve, de valóban azért az értelmezés ennek a valami Amerikának egy picit változik, ahogy ugye az idő múlik. Csak egy igen, tehát hogy csak mi visszakanyarodva egy gyors gondolat, tehát hogy ez a valami amerikai életérzés szerintem azért is nagyon megváltozott, mert ugye maga a social media bejött, sőt berobban nyilván az elmúlt években, Instagram, TikTok révén is, és az, hogy felfal a valami Amerika, tehát egyébként lehet, hogy lassan ugye a TikTok az Kína, tehát hogy valami Kína is fel fog falni, tehát szerintem ebben azért benne van egy túl a show business világán ez az egész social látszat visszaigazoló rendszer, amikor ugye ezrek, tízezrek követnek, és ugye ez is gyakorlatilag fel tudja falni az embert. Tehát, hogy szerintem nagyon izgalmas, hogy a klasszikus lineáris tévéken túl, ugye ez az online social felületeken a sztárság ugye megjelenik az influencerek által, és ez a kettősség jelenti nekem egyébként most már ezt a valami Amerikát, és nyilván a nagy sztárok ezt a kettőt nagyon jól ötvözik, többek közt Azaria is, tehát hogy megtölt offline tereket, de ugyanakkor az online tereket is tudja uralni. De ugyan Bombon még arról énekelt, hogy legyen ebből az országból is valami Amerika. Tehát nyilván a zenére utaltam akkor, amikor inkább egy pozitív és egy egyértelmű pozitív üzenetet közvetített. Mondtad a social media térnyerését. Szerinted nem arról van csak szó, hogy régebben is létezett ez a pusztán csillogás, csak nem láttuk annyira, mert akkor még a social media nem volt, de maga az a kiüresedett csillogás az már régebben is volt? Hát abszolút volt, csak hogy talán 20 éve, ugye amikor az első valami Amerika film kijött, azért ez egy sokkal kisebb, szűkebb, kiváltságosabb, úgymond rétegnek volt a veszély forrása, és hogy ma már látszólag, meg egyébként a valóságban is azért ez sokkal könnyebben el lehet érni, vagy be lehet kerülni ennek a bűv körébe. Tehát, hogy akár ugye a pár ezer követős mikroinfluencerek, akik szeretnének pár tízezret, majd százezret, tehát gyakorlatilag ezt a kis csillogást, ezt tényleg bárki elkezdheti építgetni. Még 20 évet talán azért ez egy bonyolultabb dolog volt. Hát igen, ugye akkor volt a rendszerváltás, és hát nekünk egy robbanásszerűen kinyílt a világ, és ugye mindenki, tehát egy picit ezt is jelképezte ez a valami Amerika, hogy kinyílt a világ, meg lehet ismerni más kultúrákat, azért akkor már az online annyira annyi lehetőséget adott, hogy gyakorlatilag nem kellett ahhoz elutazni nagyon, hogy az ember egy picit ráláson a világ történéseire és dolgaira, szóval ez egy nagyon vágyott dolog volt ez a valami Amerika. Most nagyon itt van az arcunkban, és hát nehéz kezelni, az biztos. Fajta görbetűköd is akar a sorozatotok mutatni ennek a világnak, ami körülvesz minket? Akár életérzésben, akár konkrét tematikáját tekintve, hogy ez a tehetség sokról is szól. Valamilyen szinten. Hát igen, nem spoilerezve a sorozatot, azért a középpontjában egy tehetségkutató áll. Ez a klipben is benne van, én csak azért bátorkodtam mondani. Igen, hogy... igen. Hát igen, ez nem titok, hogy egy galaxis talent show az, amely körül forognak a történések, de mindezt ilyen a kulisszák mögül mutatjuk meg, és hát igazából attól izgalmas ez az egész, hogy egyrészt belelátunk egy ilyen show-nak a készítésnek a folyamatába, meg hát, hogy a mi szereplőink ezt hogy nyúlnak ebbe bele, hogy igazgatják, és hogy szövik ármányukat, ettől lesz talán izgalmas, és remélem vicces is a sorozat.
És vannak olyan mellékő történetszálak, karakterek, amik több olyan mai témát érintenek, ezért kellő humorral, mint ugye ez a mostani klímaválság, környezetvédelem, az arra adott reakciók, ugye a maga social világ is azért ugye bekerül a képbe. Tehát ugye egyfajta görbetükör, egyfajta igyekszünk tényleg humorral rácsodálkozni ezekre a jelenségekre. Tehát például az egyik főszereplőnk, a kisöccse, Marci karakter, ugye akit ember már alakít, ő egy influencer menedzser. Tehát valószínűleg mondjuk 20 éve a mozikban ezt nem annyira értették volna, hogy ez mi, és hogy létezni fog valaha ilyen. Tehát, hogy azért igyekeztünk mai világban is gondolkodni az alap sztorikat illetően is. Kitől jött az alapötlet, hogy csinálni kéne ebből egy sorozatot? És miért? Miért alakult ez így? Gergő hívott föl ezzel az ötlettel, ami pont olyan, mindig mondtam neki, hogy a nagyon jó időbe rontott rám ezzel az ötletem, akkor már nagyon régóta nem csináltam semmit, nem nagyon kaptam lehetőséget filmkészítésre, és ezért ki voltam éhezve a dologra, de bevallom őszintén nem volt nagyon a terveim között, hogy a valami Amerikáról még egy bört lehúzzak. De most, hogy így túl vagyunk, nagyon hálás vagyok Gergőnek, hogy ezt egy kicsit erőltette, és az RTL-nek, aki persze erre rácsapott, mert egy nagyon mai, nagyon friss új szereplőkkel egy új, olyan új sorozatot tudtunk letenni az asztalra, ami természetesen hozza azokat a kritériumokat, ami a valami Amerika univerzumnak kritériumai, tehát hogy egy nagyon, nagyon humoros, zenés, de nagyon friss ez az egész, és isteni új szereplőket találtunk a sorozathoz, ami nem azt jelenti, hogy a régieket kiraktuk teljes mértékben, mert azért ők is benne vannak. Baláék igencsak vastag történetszálat visznek. Tehát, hogy feltűnnek a régiek is, de sok fiatal tehetséges színész, aki most már főszereplője az új sorozatnak. Említetted a zenét, a zenének milyen szerepe lesz a sorozatban? Ugye itt korábban felmerült, hogy mi a műfaji meghatározás a sorozatnak, és ez a zenés vígjáték azért ez többé-kevésbé áll rá szerintem. Abszolút központi szerepben van a zene, és teljesen tudatos volt ez a döntés. Ugye a valami Amerika filmekben is nagyon fontos volt az első mozitól kezdődően, ki is jött jó pár nagy sláger ugye a filmekből, klipforgatástól kezdve ugye a valami Amerika bombondal. Tehát gyakorlatilag már a koncepció, tehát a sztori fejlesztésénél is tudtuk, hogy szeretnénk zenét bele, és ugye ez a kulissza, ez a zenés tehetségkutató kulissza, ez egy nagyon ideális terep volt erre. Ugye a sorozat zeneszerzője Rutka Rubi, akárcsak ugye az eredeti mozifilmeknek írt több saját új slágert a sorozathoz. És akivel Gábor már többször dolgozott együtt. És ugye az új saját dalokon kívül, tehát gyakorlatilag a tehetségkutatós szálon végig régebbi és mai popdalok is, tehát feldolgozott popdalok is jelen lesznek, tehát egy olyan klasszikusoktól, mint a Hooligans királylány, egészen Désen át, Friendrace, tehát hogy nagyon széles és nagyon színes a zenei palettája a sorozatnak, és gyakorlatilag az első epizódtól az évad záró fináléjáig végig, hol a cselekmény térben, hol azon kívül, de nagyon zene központú a sztori. Mások a motivációi a mai sorozat fiatal főszereplőinek, mint az eredeti filmeknek a főhőseinek? Szerintem ez egy... Itt utalok a korszak változására, az, hogy hogyan épül fel egy személyiség, mik a terveink, mik a céljaink, hogyan tudjuk önmagunkat megvalósítani. Hát egyébként sok karakterjegyet, többet átmentettünk az új testvértrióba is, tehát azt tudtuk már az első pillanattól, hogy szeretnénk egy testvértriót,
de ugye a Várnai három fiú tesóhoz képest ugye nekünk most van két fiú és egy lány testvérünk, ezáltal egy kicsit ugye a női szemszögöt is jobban be tudjuk hozni a szereplők világába. De alapvetően azért az megmaradt, hogy tehát ez a 30 körüli fiatal felnőttek, ugye itt az életbe kilépés küszöbén küzdenek az ilyenkor aktuális nagy feladatokkal, és ugyanúgy van egy központi nagy probléma, és egymás segítve mennek előre. Tehát ez az alapmotívum abszolút a filmekből már jól ismert, és mi ezt nagyon szerettük, és ezt szerettük is volna megőrizni. Igazából mindig az a struktúra az nem sokat változik, hogy padlóra kell küldeni a főszereplőinket, onnan nekik föl kell állni, és ez a testvériség, testvéri szeretet egymást megsegítve, ez egy szép gondolata mindig a sorozatnak, és meg is jelenik természetesen, úgyhogy ilyen szempontból nagyon nem más, mint az előző filmek. A Valami Amerika sorozat, tehát most csak a filmekről beszéltünk eddig, mert még nem láttuk a sorozatot, részei a hazai popkultúrának? Éppen úgy akár mondjuk a tehetségkutatók? Kérdezem egy kicsit provokatívan. Hát ugye én ezt kívülről éltem meg, és láttam, tehát ugye 2002-ben, én azt hiszem pont kb. 18 voltam, és hát én szerintem határozottan részei, tehát hogy, és alapból ugye a sorozat ötlete is abból fakadt, hogy mi az a popkulturális mozi jelenség, ami alkalmas lehet egy univerzum építésre, és magyar filmek közül azért nem sok van. Tehát ugye alapból egy film trilógiáról beszélünk, ami mind a három baromi nagy közönségsiker, és nagyon jól behatárolható momentumok, stíluselemek mentén épül, és ugye a mozik is építkeznek szépen. A Bűnös város, a Kék majom, tehát hogy kevés olyan mozis univerzum van, amit így szépen tovább lehet nagyon gondolni, tehát ennek a műfajiság is ugye tök jól megágyaz. Úgyhogy szerintem ugye a Valami Amerika azon kevés magyar mozik egyike, ami széles körben így nagyon markánsan beépült a magyar popkultúrába. A Valami Amerika sorozat témája, akkor mondhatjuk, hogy lehet a showbiznisz világa, ami egy kicsit meggyötri a fiatalokat, és az életük újra gondolására készíti őket? Vagy nincs benne ekkora a társadalomkritika? Hát, ha ilyen tanulságokat lehet levonni belőle, akkor én csak örülök neki, remélem, hogy... Én csak kérdezem, mi volt a szándékotok? Szándékunk elsősorban az, hogy szórakoztassunk, de természetesen miután ez a történet itt játszódik, a mi közegünkben játszódik, és remélem, hogy igazi húsvér emberek a szereplői, arra mindig nagyon próbáltunk figyelni, hogy ne ilyen kétdimenziós papírmasé figurák legyenek a szereplőink, hanem valódi érző emberek. Emiatt én azt gondolom, hogy a nézők azok felismerhetik akár magukat, vagy az ismerőseiket az ott lévő figurákba, és ezért együtt tudnak utazni a szereplőkkel. Úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy igenis lehet bizonyos tanulságokat levonni belőle, ilyen szempontból ez mondhatom, hogy talán célunk is volt. És hát tényleg, hogy ilyen nagy össztársadalmi tanulságok megfejtése talán azért nem volt, nem lebegett a szemem előtt. Nem egy szociológiai tanulmány. Nem egy ilyen mélyre menő szociodráma. Viszont ilyen egyéni sorsok bemutatásán keresztül ilyen fontos fejlődések, és hogy itt a Gábor is mondta, mindenkit érintő kérdések abszolút jelen vannak, mind a három testvér egy ilyen fontos íven megy keresztül. Tehát, és ezek olyan személyes... Milyen nehéz így beszélni, ugye, hogy ne mondjunk részleteket a tettekből, azért látom, hogy igen, én is itt közben gondolkozom, hogy ne lőjük le a nagy csavarokat, de például tehát ugye ez, hogy kiálljunk magunkért, és ugye különböző traumák feldolgozása, tehát nyilván egy játékos és szórakoztató, egy vicces formában, de az egyes főhősöknek a karakterívén jelen van.
és gyakorlatilag eljutnak egy komoly, tehát egy komoly változáson mennek mind keresztül. Ezt csinálhatnátok egy filmet hasonló jelleggel a komoly zenéről is. Az is biztos érdekes, tehát hallgatok egyébként komoly zenét, klasszikus zenét, most privátban kérdezem. Én hallgatok, abszolút. Tehát, hogy volt egy időszak, amikor volt egy tehát egy ilyen nagyon komoly műpás zeneakadémiába járós időszak, és akkor az egy markánsabb volt, de nekem úgy jelen van, tehát hogyha nem is napi szinten, de nagyon széles skálán is mozog az, hogy mit hallgatok, és a komoly zene az mondjuk inkább ilyen funkció jelleggel. Dramaturgiai funkció. Dramaturgiai funkció. Tehát nem edzés közben hallgatom, hanem inkább. Kellett keresnünk komoly zenét, mert a sorozatban is megjelenik egyszer-egyszer, úgyhogy komoly kutató munkát végeztünk komoly zene területén. Igen, az fontos. A ti zeneízlésetek megjelenik bármilyen formában is a sorozatban, vagy az egészet a Robira bíztátok? Szerintem meg, abszolút. Tehát itt ugye a ez nem kezdve spoiler. Az Ariával. Ez nem spoiler. Ugye az Azariától kezdve. Tehát ugye itt erről beszéltünk, hogy nagyon sokféle zene felcsendül, és nagy részét azt ugye Gábor, hogy közösen ötleteltük ki. De mivel ugye egy dramaturgiai funkció van a zenéknek, azért nem csak arról szól ez, hogy most a kedvenc dalainkat csokorba gyűjtöttük, hanem sokszor ugye az adott karakterhez passzoló zenéket, meg az adott szituációhoz passzoló zenéket kellett találnunk. De hogy azért jó részt ebben mi vagyunk. A sorozat ugye nem a tévében fog menni, hanem az RTL Klubnak a streaming felületein. Igen. Ez hol lesz elérhető egész pontosan? Ez az RTL Plusnak a streaming felülete, ami ugyanolyan, mint a Netflix, tehát ilyen havi előfizetéssel elérhető, azt hiszem rtlplus.hu oldalon, és szerdától indul a sorozat, az első nap az első két epizódot teszik föl, tehát lehet megnézni, és akkor utána hetente egy újabb epizód kerül föl a streaming oldalra. És arról nincsen szó, hogy meg később televízióban is, vagy van ennek még jelentősége, hogy fogyasztjuk ezeket a sorozatokat? Hát van jelentősége, azért ez az RTL-nek most egy kísérleti időszaka, hogy az RTL Plus-t szeretné sok-sok előfizetővel felduzzasztani, úgyhogy valószínűleg... Ti vagytok a csali? Hát remélem, hogy így van, én azt nem szégyellem, hogy valami Amerikával szeretnének sok-sok előfizetőt bevonzani. Reméljük sikerül. Tehát az RTL Pluszon lesz elérhető a sorozat, és ugye, hogy a Netflix és a nagy streaming szolgáltatók arra törekszenek, hogy különböző exkluzív tartalmak oda csábítsák a nézőket, ugye az RTL is ugye valami Amerikával szeretné a nézőket becsalogatni, és szerintem abszolút érdemes is engedni a csábításnak, mert egyébként vannak más tök jó prémium tartalmak is, de hogy a Gábor mondta, hogy azt az rtlplus.hu oldalon elérhető, de hogy több felületen, tehát ugye tévén is, tablet, mobil, laptop, tehát meg kell, nagyon sok felé elérhet az RTL Plus, de az biztos, hogy egy kicsit utána kell nézni, hogy éppen hogy hol a legegyszerűbb. Visszatérve a zenére, meg a művészetekre, ti nem gondoljátok, hogy nem láttok olyan folyamatokat, hogy megint kezd egy kicsit divat lenni az, hogy az ember érzelmesebb, kicsit jobban meri vállalni az érzelmeit, mondjuk a könnyű zenében is, és mondjuk kevésbé ez a kiszámított, kidekázott marketing, és nem tudom, milyen szemlélet uralkodik? Pont Azaria kapcsán utalok erre. Azaria különben szerintem elég jó példa, tehát hogy bátor. Úgy profi, és... hogy valahol nem profi. Igen. De tényleg ez jó, jó szövegfordulat. De én is azt gondolom, hogy annyi most csak ilyen demagóg dolgokat mondani, hogy annyira sok a baj a világban, hogy egyszerűen az emberek egy picit elkezdtek talán magukba fordulni, és ezek az érzelmesebb dolgok jobban megérintik az embereket. Én a magam tapasztalatára is mondom, hogy egyszerűen annyi sok külső rossz és atak érkezik, hogy ez ebbe a borzadályba nagyon jól esik egy kis romantika, ha beszűrődik. Ezt elronthatja egyébként a
az establishment rendszere, hogyha mondjuk az Azaria és a hozzá hasonlók, remélhetőleg lesznek most sokan, befutnak, akkor onnantól kezdve a rendszer részei lesznek. És onnantól kezdve megvan a veszély, hogy ez a fajta önazonos hitelesség egy kicsit elkezd majd fakulni, vagy nem tudom, berántja őket a profi rendszer. Ez a veszély, ez abszolút... És most már sorozatok témájára is utalva, spoilerezés nélkül. Tehát ugye ez a veszély abszolút benne van, de ez egy egyéni szinten felmerülő kockázat, meg veszély szerintem. Tehát, hogy az adott előadónál merül az, hogy hogyan kezeli ezt a mondjuk egy brutális népszerűséget. Most nekem, aki beugrott, nyilván a, mondjuk egy Billie Eilish, tehát hogy nyilván ő is nagyon-nagyon hamar elképesztő magasságokba jutott, de hogy abszolút megőrizte a személyes hangvételt, és ugye a zeneiségben is önmagát. Tehát, hogy én most így elsőbbikre valahogy azt érzem például Azariánál, hogy ő ezt meg tudja ugrani, és hogy van annyira stabil az ő értékrendje, és hogy annyira, tehát kellően szervesen építkezett, még hogyha látszólag baromi gyorsan is, de hogy a YouTuber múlttól kezdve, tehát hogy ő azért ismeri, és talán kezelni is tudja a közönséget és az ismertséget, tehát hogy ő szerintem ezt meg fogja ugrani, és hogy személyes tud maradni a későbbiekben is, és meg tud újulni. Tehát, hogy egy ilyen nagy sikernél még szerintem az a nehéz, hogy elért az ember valamit, és akkor utána szeretne, vagy szeretné túlszárnyalni, vagy megismételni, és akkor egyre nehezebb talán új utakra merészkedni. De mivel például most Azaria egy jó példa, ő gyakorlatilag folyamatosan új stílusokba és új oldalakról közelíti meg a zenét, a témáit, ezért benne van szerintem a potenciál, hogy ezt még jó sok évig tudja folytatni. Nem, csak azt gondolom, hogy ez biztos, hogy személyiség kérdése, hogy egy ilyen nagy sikert az ember hogy dolgoz föl, és akkor mennyire torzul el a személyisége, és hát most már úgy, most azt nem merem mondani, hogy nagyon-nagyon ismerjük Azariát, de úgy sokat találkoztunk vele, meg klippet csináltunk neki, tehát én sok beszélgetésen vagyok túl vele, és azt gondolom, hogy ő nagyon a földön jár, és nagyon-nagyon egy nagyon szerény, nagyon normális pasi, és én is azt gondolom, hogy ő ezt meg fogja tudni ugorni, hogy nem száll el ettől a nagy sikertől, és megpróbálja kezelni ezt a dolgot. Te annó egyébként hogy tudtad kezelni a Valami Amerika 1 című filmnek a hatalmas kirobbanó sikerét? Nagyon jól tudtam. Én különben azt hiszem nem nagyon változtam meg, hát most ezt így magamról nehéz, a többieket kéne megkérdezni, de én ezt így elég normálisan azt hiszem feldolgoztam. A címtalotokban, amit ugye, amiről beszéltünk, és az Azaria jegyzi, ott a vizualitásban is megjelenik az a fajta kvázi kicsit esetlen őszinteség, ami jellemzi az Azariára. Tehát nem látni rá a gesztusokon, pedig egy videóklipről beszélünk, azt a fajta kimódoltságot, azt a fajta hideg profizmust, amit gyakran lehet látni gyakorlatilag minden előadó kapcsán, akár Magyarországon, akár külföldön. Most nyilván a popzenéről beszélünk. Ez egy teljesen most filmes szemszögből, egy vizualitás szakemberekkel állok szemben, vagy ülök szemben. Így kérdezek titeket. Hogy ez egy tudatos döntés volt, hogy tehát ugye Azariát beraktuk a klipben a sorozat kulisszái közé, tehát ugye ez a tehetségkutató backstage-e, kellékraktár, ugye maga a színpad, és ugye ott a díszletünk körül forgattunk vele, és az cél volt, hogy nem feltétlenül ez a legklasszikusabb beállítások, hanem egy picit például van egy kép, amit én nagyon szeretek, hogy van egy szép régi oldtimer Wartburgunk, ami a sorozatban egy nagyon fontos szereplő, tehát ugye a Marci főszereplőnknek a legféltettebb emléke az apjától ez az autó, és nagyon babusgatja, és ugye itt a klipbe is beraktuk, és az autó van az előtérben, és azért ráültettük, hogy gyakorlatilag úgy mellékesen hátra
a lépcsőre, és úgy ott egy ilyen fém lépcső egy kellékraktárban, és ők szinte ugye el is veszik ott az autó mögött, és én ezt nagyon bírtam ennek a picit ilyen trash jellegét is, hogy nem egy ilyen klasszikus, középre komponált, bombasztikus világsztár beállítás, hanem ő ott mellékesen, ott énekelget a háttérbe, és nekem ez így tökre jól passzolt az ő személyiségéhez. És ugye maga a Kék Majomban is van egy közös képe, és ott is direkt ilyen beverkes. Ugye ez az? Igen, igen, ott is ő énekel, és ott is azért belóg a díszlet, a lámpák, kicsit ugye végig kézikamera volt, tehát hogy... Azt kirendezte egyébként a klipete, vagy ti, azt nem, ugye? Hát, Gergő. Igen, azt én rendeztem, mert gyakorlatilag ott pont úgy összecsúszott a gyártási tervünk, hogy muszáj volt párhuzamosan dolgoznunk, és Gábor bevállalta a főcímnek magának a rendezését, és akkor én meg ugye az Azi klipet, és így gyakorlatilag ketté vált a stáb, és nagyon hatékonyak voltunk. De igen, igen, a klipnél ez ilyen tudatos volt, ez a pár stílus elem, hogy végig kézikamera legyen az ő képein, ez a picit, ahogy mondtad, hogy nem kell, hogy tökéletes kompozíció legyen, ez nekem az ő őszintességéhez így tök jól passzolt. Igen, és ez ugye passzol az ő mozgás kultúrájához is, ami szintén is túl gondolva, se a mimikájára, sőt mindenre. Tehát abszolút, tehát tök őszintének tűnnek azok a gesztusok, amiket ő produkál, de semmiféle kimódoltság nincs bennük. Abszolút. Igen. Tehát ő szerintem ezt képviseli. Te akarsz még maradni a televíziós filmkészítésnél? Ha a sorozat sikerül, beválik és hozzáfűzött reményeket? Hát igen, olyan érdekes szituáció van, ahogy a Gábor is mondta, tehát alapból azért a magyar film és tévépiac azért soha nem volt hatalmas, és most sem az. Tehát, hogy néhány csatorna van, ahol ugye, tehát nem televízió csatornára gondolok, hanem film és mozgóképes csatorna, ahol ma Magyarországon történeteket lehet mesélni, és ugye a kereskedelmi tévék az egyik ilyen legfontosabb markáns irány, tehát hogy nyilván ambíciónk és célunk, hogyha sikeres a sorozat, akkor egy második évad legyen, és nagyon szeretnénk is, mert nagyon sok potenciál van a főszereplőkbe és illetve őket övező karakterekbe. Tehát, hogy maradnék a tévénél, abszolút, tehát nagyon szívesen már egy picit ötletelünk is, hogy hova lehetne folytatni a sztorit, és nagyon izgalmas ezt a sorozatot? Vannak. Igen. Aha. Gábor? Kérdezek, én is visszakérdezek. Hát egy picit azért ez arról szól, hogy milyen lehetőségek a piacon vannak. Aha. Most azért a filmkészítés az elég beszűkült. Már azok számára, akik filmkészítők. Most inkább olyanok készítenek filmeket, akik kevésbé filmkészítők. Ezt tudomásul kell venni, vagyis hát nehéz, de nem nagyon tudok ellene mit tenni. Úgyhogy ez a televíziós sorozat készítés, ami különben nagyon nehéz műfaj, és jót csinálni sem könnyű. Miért nehéz? Egyszerűen sokkal nagyobb falat, mint egy filmkészítés, tehát itt 600 oldalas forgatókönyvünk volt, tehát 11 órás epizódot készítettünk, gyakorlatilag 5 játékfilmi anyagot kell átlátni, és azért ez megnehezíti a dolgot, és azt is tudomásul kell venni, hogy anyagilag egy sokkal szűkebb keretből tudunk dolgozni, mint egy játékfilmnél. Emiatt sokkal nagyobb tempóba, tehát hogyha érzékeltetni tudnám, egy játékfilmnél általában 4 perc hasznos anyagot szoktunk forgatni, egy sorozatnál gyakran 10 perc, 12 percet is, tehát hogy háromszoros tempóval haladunk, ezért képtelen vagy olyan precíz lenni, nem tudsz esetleg akkora szetteket csinálni, mint egy játékfilmnél, aminek tényleg csak anyagi okai vannak. A filmkészítés az egy nagyon drága műfaj, és a kereskedelmi tévéknek meg limitált a költségvetési kerete a sorozatokra. Ezzel együtt nagyon jó munka, nagyon jó csinálni, tehát most egy kicsit profánul mondom, akkor abból főzünk, amink van. De mondom, hogy ez azért nem igaz, mert nagyon jó munka volt, és nagyon szerettük csinálni, és nagyon bízunk benne, hogy lesz ebből még egy évad, hogyha sikeres, és tényleg a nézők majd szeretni fogják. Úgyhogy
ami a piacon lehetőség, én például a színházat fogok rendezni, mert most egy ilyen felkérés érkezett, szóval az ember próbál mindenféle lehetőséget magához rántani. Ezt lehet tudni, hogy mit, vagy még nem? Hát még hagyne. Mondtad, hogy nem akartál több ört lehúzni a valami Amerikából, ez azt is jelenti, hogy egy picit már eleged van ebből a sztoriból, vagy ebből az egész dologból, vagy ezt hogy kell érteni? Hát így az ember próbálja építgetni ugye a saját karrierjét is, és én nem akartam beleragadni a valami Amerikába, talán most már azt gondolom, hogy a kincsemmel, meg a toxikomával nem ragadtam bele, úgyhogy emiatt is könnyebben rá lehetett engem venni erre a sorozatra, meg mondom, hogy így utólag azt mondom, hogy jó ötlet volt, mert nagyon más lett, egy nagyon új dolog született, és nem érzem azt, hogy ez valamilyen módon is még egy bőr lenne a valami Amerikáról. Ez egy új műfaj, más műfaj, és szerintem ez egy szerencsés találkozás volt. De annak már nem lenne értelme, hogy mondjuk kihozni egy újabb mozifilmet? Az már sok lenne? Az már megerőszakolása lenne ennek a sorozatnak? Túl popszerű lenne a termék? Ez érdekes gondolat egyébként, hogy mondjuk túl vagyunk 3 évadon, és nagyon szeretik a nézők az új 3 tesót, és mondjuk egy mozifilmbe mesélni róluk. És azon gondolkozom, hogy például ilyen amerikai streamingen vannak-e ilyen példák, hogy film után sorozat. Ilyen majdnem privák, vannak jó barátokból majdnem lett. Ja, még a Sex és New Yorkból lett mozi, de hogy az eredetileges sorozat a jó barátokból miért nem jött össze a mozifilm? Ott a színészek valami, aztán nem tudtak megegyezni, vagy nem lettem, nem tudom, de mindig fölröppent a hír. De igen, a Sex és New York az jó példa, hogy abból már azért 3 mozifilm. Csak ott eredetileg ugye sorozat volt, igen. És utána igen. Mozi. Tehát azért, hogy mozi, sorozat, mozi, ez olyan crossover az... Akkor ebben mi fogunk beletől, hogy berobbanni. Egyébként ti milyen sorozatokat kedveltek leginkább? Mondjuk szóval jött a Jó barátok, a Sex és New York, tehát mi az, ami filmes szemmel mondjuk inspiratív lehet számotokra, és át lehetne ültetni a magyar piacra? Hát én ugye eléggé igyekszem figyelni is, meg nagy örömmel fogyasztom is itt a friss sorozatokat az elmúlt évekből, tehát hogy azért itt a nagy slágereket, azokat mind legalább az első évadot azt megnéztem, és azért leginkább, de most tehát nem csak a Netflix, HBO, de tényleg az Apple TV-n, Amazonon, Peacock. Tehát, hogy gyakorlatilag elképesztő jó tartalmak vannak. Most kezdtem el a Poker Face című sorozatot, ami ugye Ryan Johnsonnak az új sorozata, és ugye ez egy ilyen minden epizódban egy kis lezárt, ilyen kalambószerű sztori. Elképesztő, kreatív és jó stílusú cucc. De igazándiból itt az elmúlt évek nagy klasszikusai, azok nagyon betaláltak. Most beugrott valamire az Ozark, tehát például ugye ez a család bűnügyi közegben, tehát egy picit, mint a magyar aranyélet. De akár a Netflixen. Hát mondjuk az aranyélet sem. Összekeveredett, tehát az aranyélet is adoptált volt. Igen, szóval az első évad az adaptáció volt, és aztán... És másik az már eredeti? Hát jó kérdés, de aztán egyre több már több volt benne ugye a magyar vonatkozás. Annyi minden képpen látható, hogy műfajilag nagyon eltolódott a dráma irányába. Tehát, hogy a sitcom az gyakorlatilag kihalt, tehát, hogy a régi újat nem is nagyon tudok, de lehet, hogy van, de hogy vígjáték az nagyon kevés van. Drámasorozat az a döntő többségében inkább drámasorozat, nagyon jók, tehát én is nagyon szeretem nézni, egész elképesztő minőségű dolgok vannak, de hogy inkább ez a krimi műfaja, thriller. Na, nagyon sok sorozatban van valami misztikum, nem? Tehát ez nagyon szeretik. Igen. Ennek mi lehet az oka, hogy ebbe az irányba ment tehát a tematizáció? Erre nektek, mint filmkészítőknek van valami gondolatotok erről? Meglátásotok? Hát mondjuk én, amit látok, azért, hogy ez a műfaji sokszínűség azért az nagyon-nagyon jelen van. Tehát, hogyha végignézzünk a nagy streaming óriásokon, tehát azért vígjátékban is
tehát kicsit lehet, hogy ez a fanyarabb, humorú dolog, de azért nagyon szerintem jelen van. Tehát most gondolok itt akár egy Barry-re, vagy hogy ez a... Van ez a Ted Lasso, ami... Ja, Ted Lasso, abszolút. Tehát, hogy a misztikum, egyébként mozikban is ugye ez a Who Done It sorozat, ez tehát mint műfaj, ez nagyon markánsan berobbant az elmúlt évekbe. Ezek szerintem hullámok. Tehát úgy most ugye pár éve a horrornak volt egy nagyon komoly reneszánsza, ugye a Jordan Peele-el és az Us-szal és azokat tövező mozikkal. Most talán ez a misztikum. Egy friss fuvallat. És nektek van olyan tervetek, hogy milyen irányultságú dolgokat akartok csinálni a közeljövőben? Tehát te most tematikusan kérdezem. Valami Amerikán túl. Hát engem személyesen maga... Milyen témák érdekelnek? Mind a kettőtöket kérdezem. Műfajban nekem ez a zene, a musical, az korábban is ugye jelen volt. Én egy pár évig nagyon sok videoklippet rendeztem, és ugye meg zenéltem még annó, tehát hogy maga a mozgókép... Hol? Hát azért az egyetemi zenekar volt, tehát ez ska és regit játszottunk, és ilyen gitárral játszottunk egyébként a Ladány Benével, meg a Pannonio Osztászka Orkesztrával, tehát azért nagyon jó élmények voltak, de azért nem robbantunk be a mainstreambe, tehát ez a veszély engem nem fenyegetett, hogy vőn elszállok-e, de tehát, hogy a mozgókép és a zene viszonya az mindig nekem úgy nagyon fontos volt és inspirált, tehát én ezen a területen is gondolkodom, meg keresgélek, és ugye itt a sorozatban is ezért nagyon örültem, hogy ez egy zenés vígjáték, és gyakorlatilag a zenével baromi sokat foglalkoztunk forgatás alatt is, meg előtte is. Mondjuk ez kihívásokat is rejt, mert nagyon gondolom én, hogy nagyon nehéz egyensúlyozni, hogy az ember ne billenjen át egy ilyen showbiznisz, egy ilyen üres csillogó gesztusba, hanem legyen, tehát egységben legyen a zene és a tartalmi mondani való, tehát hogy közvetítsen valami hitelességet, nem? Vagy rosszul látom? Itt azért történtek olyan kísérletek az elmúlt években itt Magyarországon is, tehát nem biztos, hogy megtalálták a kellő arányt, és kaptak is a fejükre az alkotók. Hát a zene az nem mondani egy jó... filmcímet, de... A zene az egy jó hívószó tud lenni egyébként, tehát hogy azért, tehát hogyha széles közönségre célzunk, akkor azzal nagyon jó kis szélszes szempont is, de szerintem meg tudnak lenni azok a történetek, azok a karakterek, ahol tényleg nem egy üres aláfestés, és nem egy ilyen üres porhintés a zenei réteg. Gábor? Én egy picit már kifele jövök ebből a zenés műfajból, én abból azt hiszem úgy sokat csináltam, és engem most a drámai műfaj az jobban izgat, vagy úgy az irányba mennék. Nagyon-nagyon élveztem ennek a Toxicoma című filmnek a készítését, és egy kicsit a portfóliómba nagyobb számba vannak a zenés, meg a vígjátéki dolgok, és tehát, hogy úgy én most inkább afelé tendálnék, de mondom, hogy az túlzás, hogy kényszerpálya, de hogy valamennyire ugye az is befolyásol. De mondjuk olyan jelenség valami, ami nagyon érdekel, és hogyha mondjuk születne abban a témában egy jó szkript, akkor az... Sok jó szkriptem van a fiókba, de hát hogyha így kérdezed, akkor azt gondolom, hogy na ez pont zenés, de az tényleg, tényleg azt gondolom, hogy... Én most csak én megkérdezek rá mindenféle. Nem, hogy például szerintem egy Máté Péter életrajzi film az mérhetetlen hiánypótló, és van egy a fiókomba. Hát ő is egy olyan figura. Tehát ami az először beugrik róla az, hogy hiteles, tehát hogy ez szívből énekel. És hát nagyon kevés olyan zenészt mondsz, aki ilyen szinten a mai napig benne van a köztudatban, és nincs X-faktor anélkül, hogy ne legyen benne Máté Péter dal. Tehát, és borzasztó érdekes élete volt. A drámaiságával együtt, az egy nagyon jó téma. Akkor engem nagyon izgat a sci-fi. Abból is van a fiókban. Nagyon jó. Film vagy sorozat? Nem, az egy film. Az egy film. Úgy érdekelne a témája, de gondolom nem mondasz róla semmit. Hát
Na, hát nem, nem, inkább nem. Mondjuk azért, azért magyar viszonylatokban jó szkifit csinálni, az azért a kihívás, nem? Tehát túl sok... De szerintem lehetne, ez pont egy olyan szkifi szerintem, amit meg lehetne csinálni, mert nem igényel olyan mennyiségű CGI-t, és olyan, tehát ez nem egy drága dolog, inkább egy ilyen kamaradarab. Ilyen szovjet típusú szkifi, egy ilyen... nem, de hogy egy lakáson belül játszódik az egész, és szerintem nagyon, szóval színvonalasan meg lehetne csinálni, és rendkívül izgalmas üzenete van, ami engem így nagyon izgalmas. És ahhoz milyen jó klasszikus zenét lehetne használni. Például megint különböző hangokat, kortárs zenéket. Például most csak eszembe jutott, ha már így csevegünk, hogy van egy Kincsem szimfoni előadás, a Kincsem filmet vetítik, és a szegedi filharmonikusok játsszák alá a teljes filmzenét élőben, és most láttam, az Uránia filmszínházban volt egy előadás, és elképesztő, izgalmas és klassz. Tehát, hogy látod... Tehát följöttek a szegedi filharmonikusok, igen, és akkor... Igen, ám ők járják az országot, és ez a produkcióval. Ez a produkcióval, és sok helyen minden nagyobb városba. Hát ez most nagyon megy. És olyan jó érzés volt, hogy mert azért ez egy létező műfaj, és nagy amerikai filmeknél csinálják, és hogy lett egy ilyen magyar produkció, és akkor ők kérdezték, hogy hú, de izgalmas, milyen jó lenne még másik filmekkel, és akkor elkezdtem gondolkozni, hogy mely magyar filmeknek van komoly zenei, aláfestő zenéje, és azért abból nem sokat tudtam mondani. Úgyhogy, ha van ötleted, akkor tolmácsolom nekik. Gondolkodom rajta. Hát nehéz. Hát főleg, ami közönségbarát. Ugye ez megint attól függ, hogy hogyan targetálsz. Hát igen, az kiknek fontos. Kiknek akarsz szólni. Igen, így van. Nem biztos, hogy a legkomolyabb témájú filmeket kell feltétlenül, mert annak kevesebben jönnek be, nem tudom. De majd megnézzük, majd beszélünk Keep in Touch, és akkor a Nóra című filmed, az miért nem lett akkora siker egyébként? Lora, bocsánat. Semmi baj. Hát nem tudom, ez mindenki így kezdi ezt a mondatot, de... Hogy Nóra? Hogy miért nem lett nagy siker, volt 120 000 nézője. Mert én nekem egyébként tetszett annó. Sokan, akik látták, azoknak azért tetszett, az egy melodráma igazából, és mindig rögtön a Valami Amerikához mérték, ugye volt a Valami Amerika, utána a Magyar Vándor, mind a kettő ilyen 500 000-es nézőszáma, és akkor utána jött. Hát az nem volt egy vígjáték, egy vígjátékra mindig sokkal könnyebb bevinni az embereket a moziba sokkal nagyobb számmal, és annak a trélerét is eléggé sötétre festettük, az már az én egyéni hülyeségem volt, mert azért az se volt egy... Szóval igazából pozitívan lehetett abból a moziból kijönni, de tény, hogy annak a főszereplője ugye egy ilyen pszichés vakságon keresztül esett vaklány volt, és lehet, hogy az embereket ez elijesztette, és nagyon nem érdekelte őket. Tehát egy vaklány. Vakvágányra futott az a film, nagyon rossz szó vicce. De én is nagyon szeretem azt a filmet. Egyébként most kicsit gondolkodtam, és azért lesz nehéz ilyen filmet találni, bár biztos lehet, ami élő szimfonikus zenekari kísérettel megy a filmvásznon, mert szerintem a Kincsen voltán az első olyan alkotás, ami tudatosan használta ezt a fajta Amerikából jövő zenedramaturgiát. Nem? Hát, tehát igazán, lehet, igazán, mert... nekem az az egyetlen filmem, például rögtön klasszikus zenébe gondolkoztam, bár kértem. A Szabadságszerelmet tudnám még mondani, éppen tennap láttam a tévében. Hát, igen, biztos tényleg... annak is igen, tehát, klasszikus hogy, zenei tehát aláfesztés. Az utóbbi időben jött ez be, hogy kicsit legyünk professzionálisok olyan értelemben, amit Hollywoodtól is átveszünk. De ez nem, ez megint pénzkérdés, szóval én ezt merem mondani, hogy minden rendező nagyon boldog lenne, hogyha egy nagy zenekarral, fúvósokkal, vonósokkal tudna filmzenét, szkort csináltatni, de hát azért ez egy drága műfaj, tehát nem fér bele általában a költségvetésbe. Nekem is ez egy nagy álmom, hogy ott állni, és a nagy zenekar írja, és játsza fel a mozimnak, tehát ez még... És ha már itt tartunk, hogy filmzene, van kedvenc filmzenétek, amit nem csak amiatt szerettek, hogy jó aláfestés, kép aláfestés, hanem saját jogán is megáll a lábán? Amit mondjuk akár meghallgatnátok a kocsiban, vezetés közben? Hát, ez az első kérdés. Másik kérdés, amíg ezen gondolkodtok, az, hogy a filmzene, mondjuk mit tudom, egy Hans Zimmer filmzene, az mennyire állja meg a helyét önálló alkotásként?
Hát én lehet gondolkodni. Elsődikre, a másodikra válaszolnék, tehát én aztán egy-két éve voltam itt Budapesten Hans Zimmer koncerten, és teljes értékű produkció. Tehát, hogy mondjuk az ilyen nagy klasszikus filmzenéknél azért jó kérdés, hogy annyira összekapcsolódik a filmélmény ezekkel a klasszikus avanzsált slágerekkel, hogy nagyon nehéz ketté választani. Tehát, hogy felcsendülnek ezek a zenei motivumok, és egyből képek jelennek meg. Egyébként ez nyilván igaz egy klasszikus nem filmzenére is, tehát egy szimfonikus darabra, tehát hogy nagyon sokszor képeket generál, és igazándiból én azért azokat élvezem leginkább. Tehát egy komoly zenei koncerten, hogyha filmszerűen jelennek meg előttem képek, víziók, az egy nagyon, nagyon jó élmény, és nyilván azért ezek ilyen érzelmesebb, lehet, hogy kicsit könnyebben befogadható muzsikák, de abszolút szerintem önálló, annáló értékű művek ezek, akár tehát a Hans Zimmer műve és az összes. Pont a Hans Zimmer esetében, amiként én más gondolok erről, azt hiszem én is voltam egy Hans Zimmer koncerten, csak egy régebbén, ami 6-7-8 év ezelőtt volt, és azt éreztem, hogy ugye ő nagyon repetitív gyakran, és nagyon a hangulatfokozására épít, és egyszerűen azt éreztem, hogy hú de unalmas. Értem, hogy jön a hangerő, és fokozódnak az érzelmek, meg minden, de mégis van. Tehát nekem elsőre azért ott ugrott be mondjuk a Gladiátornak a témáját. Hát az mondjuk oké, mondjuk az pont azért más. Az olyan, azért lettek ikonikus filmzenék, hogy a Vangelisnek a Tűzszekerek, meg a Morricone. De most csak a Hans Zimmerről beszéltem, de igen, ja, persze egyetértek. A Morricone, meg hát magának Zimmernek is, ugye a Miss Daisy sofőrje. Igen. Tehát ott igen. Azért... És ez nagyon érdekes, hogy magyar filmeknél annyira ritkán sikerül ezt úgy elcsípni, és ezen én már gondolkoztam, hogy ennek mi az oka, hogy tehát ilyen írott szkorban olyan zenei témák kerüljenek be egy popkultúrába, mint annól ezt megcsinálta a Morricone, de egyébként nyilván Hans Zimmer, és ennek vajon mi az oka, hogy miért nem sikerül ezt átlépni, hogy én láttam a kincsemet, és szerettem, de hogy nem ugrik be, hogy a zenei téma, hogy a nagy, nem tudom, mi hegedű szóló, mint mondjuk a Schindler listájánál a zongora téma. Tehát vannak filmes lágereink, de ilyen instrumentális, tehát ez nem ugrik be. Biztos van egyébként, de hogy azért ez nagyon ritka. Hát ugye a Schindler listájából az a híres hegedű szóló, az tulajdonképpen egy önálló számként is híresé vált, de mondjuk ilyet a kincsemről is lehet mondani, csak nem feltétlenül szimfonikus jellegűt, hanem a pop jellege miatt kiemeltet. Tehát talán ezt lehet mondani. Így a zeneválasztásban én nagy Tarantino fan vagyok, mert ő talál olyan, mert sokszor ő nem is irat zenéket, hanem megkeresi a megfelelő jelenetek alá a megfelelő zenéket, és annyira provokatív és annyira pimasz módon talál zenéket bizonyos futamokhoz, hogy azt egyszerűen nagyon-nagyon imádom, tehát nála rendkívül, és állítólag ő keresi az összes számot, ő keresi meg a filmjéhez, és nekem azok nagyon-nagyon tetszenek. Még egyébként olvastam Tarantino életművet, és azt hiszem, ő úgy írja a könyveket, tehát hogy neki megvan sok jelenethez a zenéje, és már ugye akkor a jelenetet az adott zenére írja. Tehát már és ugye azért is tud ennyire nagyon szervesen jó kémiában. Nem is tudom, melyik volt az a film, amihez hosszú idő után külön komponáltatott zenéket, az a Kill Bill volt? A Kill Bill-ben is vannak régi zenék, de ott például a Morricone is azt hiszem új zenéket írt bele talán. És szerinted mi lett az oka annak, hogy Magyarországon ezt a filmzene dolgot egy kicsit ilyen furában kezeljük, vagy célzok ezzel arra, amit mondtál az előbb, hogy nem feltétlenül ugrik be egy ismert dallam, vagy egy filmhez köthető zenei részlet azonnal? Hát szerintem nem feltétlenül furában kezeljük, azért Magyarországon tehát maga a szerzői film az talán nagyobb hagyományú, mint a műfai, és szerintem az, hogy egy-egy ilyen nagyon markáns zenei téma kiemelkedjen, az inkább az ilyen műfai és közönségfilmnek egy sajátja. Tehát
és ez összefügg a sales szempontokkal, a brandinggel, és ugye ez gyakorlatilag a, talán a cápától kezdve, de korábban is nyilván ott voltak ezek a zenei témák, de mondjuk a cápánál valószínűleg nagyon tudatos volt már, hogy ez is a csomag része, és utána majd lesz belőle egy CD, vagy egy, tehát hogy gyakorlatilag, és ez szerintem nem feltétlenül baj, mert azért ezek nagyon komoly üzleti vállalkozások is, ezek a nagy blockbusterek, és egyébként ugye a sorozatok is, és a mi sorozatunk is túl azon, hogy egy szórakoztató tartalom és történet, azért ez egy üzleti vállalkozás is, amit ugye el kell juttatni valahogy a potenciális nézőkhöz. És ugye a zenei sáv ennek egy kiemelt része. És hogyha olyan dúdolható témáink vannak, mint mondjuk az Indiana Jones témája, ami szerethető, és a brand részévé válik, akkor az ugye gyakorlatilag ennek az univerzum építésnek egy nagyon hasznos és egy baromi jó eszköze. Elképzelhet, hogy a valami amerikának is lesz egy soundtrack CD-je? Vesz valaki még ma CD-t? Csinálnak még CD-t egyébként? Velem is nagyon jellemző. Szerintem ez már csak ilyen hobbi szintű dolog. Hát jó érzés eltenni a polcra, de szerintem nem lesz, hanem inkább. Van egyébként egy ilyen ötlet, szerintem még a Gábornak nem mondtam. Ez premier. Premier ötlet, hogy pont az Azaria Management dobta be, hogy ki lehetne hozni egy olyan EP-t, de ugye ez a streaming oldalakra, tehát Spotify és társai, tehát gyakorlatilag a sorozatnak az új zenéiből egy EP, amin ugye többek közt a főcímdal is szerepel, és akkor egy kis csokorban meg tudná hallgatni a kedves rajongó az új dalokat. Tehát, hogy van ilyen ötlet, én nagyon örülnék, hogyha ezt össze meg tudnánk csinálni, és szerintem semmi akadálya. Egyet értesz, mint új információt halló? Abszolút. És a utolsó kérdés, milyen arányban szerepelnek a sorozatban az új és a régi feldolgozott dalok? Hát itt az arányszám azért nem olyan könnyű. Itt most nem pont. Mert, nem pont a százalékokat kérek. Például van egy dalunk, a Magányos csónak, aminek tök fontos ilyen dramaturgiai funkciója van, mert az egyik főszereplőnk énekelni fogja valamilyen formában, egy izgalmas formában, és több epizódon keresztül ez visszatér. Egyébként egy kicsit kifordított és egy mókás megfogalmazásban. Tehát, hogy és ez egy nagyon ikonikus valami amerika sláger. És gyakorlatilag végig felbukkannak zenei témák, tehát azért az új dalok és az új zenék azok nagyobb arányban vannak, de hát szerintem közel fele-fele a régi és az új arány. Uh-huh. Jó, hát köszönöm szépen, hogy itt voltatok és beszélgettünk. Hát én megpróbáltam minél több információt kihúzni, spoiler ide, spoiler oda. Remélem, hogy élveztétek a beszélgetést. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük. Mi is köszönjük. Ez komoly volt. Szatmári Róbert műsorát hallottátok. Enyhe katarzis legközelebb jövő hétfőn este 9-kor a Rádiókafén. Ezt a műsort is megtaláljátok a Rádiókafé Spotify oldalán.